Jó estét kívánok, Szuhai Botond vagyok, ez itt a DK Szubjektív 13. adása. Hát, túlzás nélkül mondhatom, hogy igazán mozgalmas héten vagyunk túl. Orbán évet értékelt, Dobrev Klára teltházas nagy rendezvényt tartott Pécsen, Putyin is megszólalt, és közben Biden váratlanul megjelent Kijevben. Ezekről is beszélünk, de hogy miről még azt rögtön mutatom. Orbán jött, látott és beszélt. A miniszterelnöki évértékelőben minden szóba került, ami nem számít és nem igaz. Egyedül a magyar emberek valós problémáiról nem esett szó. Részletesen beszélünk az évértékelőről és az évértékelőn csepló fideszes celebekről is. Dobrev Klára reményt vitt Pécsre. A DK árnyék miniszterelnöke teltház több mint 1200 ember előtt beszélt a fogságba esett országról és arról, hogy van remény az európai jólétre. Jönnek a részletek. Az ég kék, a fű zöld, a Fidesz ismét a saját hazugság csapdájába dőlt. Miközben Navracsics Tibor már az EU-s pénzekről fantáziált, kiderült, hogy egy sor fideszes politikus inkább megtartaná a helyét az egyetemi kuratóriumokban. Mondjuk a fejleményeket. Foci nemzet vagyunk, már ami a béreket illeti. A héten derült ki, hogy egy NB1-es labdarúgó átlagban 10-szer annyit keres, mint egy pedagógus. De mit mond a kérdésről a DK Szubjektív újpesti és fradista szekciója? Ez is kiderül. Egy éve a háború szomszédságában. Elemezzük Joe Biden és Vladimir Putyin aktuális helyzetértékelését is, és darabjaira szedjük a Fidesz hozzáállását az orosz-ukrán konfliktushoz. Tartsanak ma is a DK Szubjektívvel. Velünk ma is lesz mit nézni. Köszöntöm állandó szereplőinket, Kálmán Olgát. Szervusztok. Gréci Zsoltot. Jó estét, szervusztok. Vágó István. Jó estét, szervusztok. Illetve külön köszöntöm eleti vendégszereplőnket, a Politika Capital társalapítóját, Somogyi Zoltán szociológus. Ugye múlt hétvégén tartott Orbán a szokásos évértékelő beszédét, de mielőtt még elvesznénk a részletekben, nézzük meg a legérdekesebb kijelentéseket ebben a beszédben. Egy évvel ezelőtt a nyugat másképpen döntött. Amikor Oroszország támadást indított, a nyugat a konfliktust nem elszigetelte, hanem össz-európai szintre emelte. Minősíthette volna helyi regionális háborúnak, vagy két szláv állam közötti katonai konfliktusnak, ahogyan Magyarország javasolta is. Ami történt, egy újabb érv a brüsszeli szuperállam ellen és az erős nemzetállamok mellett. Amikor a tagállamok döntöttek, béke lett. Amikor a birodalmi központ döntött, akkor háború. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jövőre nézve az is tanulságos, hogyan veszítettük el a békepárti szövetségeseinket. Egy évvel ezelőtt még nem voltunk egyedül a béketáborban. A magyarok életösztönei működnek, most is jól átlátják a dolgokat, és mint a nemzeti konzultáció megmutatta, széles az egyetértés a főbb célokban. Innen is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban. A háborúból kimaradunk, Magyarország a béke és biztonság szigete marad, letörjük az inflációt is, ez mindig a kormány dolga, nem is lesz benne hiba. Kezdjük a szakértőnél. Zoli, te hogyan értékeled az elhangzottakat? Sok szempontból lehet megközelíteni, az egyik az az, hogy 1999 óta folyamatosan tart évértékelőt Orbán Viktor, ami azért is érdekes, mert volt közte 8 év, amikor nem volt kormányon, de azzal a logikával tartotta, ugye, hogy a haza nem lehet ellenzékben, utalva saját magára, hogy ő nem kerülhet ellenzékbe, ezért megtartotta az évértékelőt, és mint egy saját politikai terméket fejlesztette ki. Ő volt amerikai mintára. Igen, amerikai mintára, de az amerikai minta az mégiscsak az, hogy bárki az elnök, republikánusok és demokraták előtt együttesen beszél a Amerikáról. Itt azért keveredik az, hogy mi történik, hogy most egy miniszterelnök beszél, vagy egy pártfőnök beszél, vagy ki beszél itt. Nyilván nem, semmi naivitás nincs bennem, azt gondolom, hogy ez egy pártesemény, de az a fajta logika, hogy ezt csak a sajátjainak mondja el, az Orbán választása megtehette volna egyébként, hogy egy ilyen évértékelőt bevezet a Magyar Országgyűlésbe, és ott elmondja a kormány és ellenzék előtt. Olyan szempontból viszont nyilván egy jó dolog, hogy itt is erről van szó, meg egyébként a pártok is rá reagálnak, tehát ez egy nagyon jó helyzet ebből a szempontból. Abból a szempontból
nem annyira, hogy minden évben meg kell szólalni, és vannak olyan évek, amikor könnyebben lehet beszélni, és vannak olyan évek, amikor nehezebben. Én ezt az egyik legnehezebb évnek tartom, mert azokra a dolgokra, amelyek az országban nap mint nap itt vannak velünk, amikkel találkozunk, azokról nem tudod beszélni, tehát sem a pedagógusokkal kapcsolatos ügyekről, sem az egészségügyről, sem arról az inflációról, ami az országban van, sem az élelmiszerárakról. Tehát valami nagyon, nagyon másról kellett beszélni, és hát ott is sok érdekesség történt, de azt majd akkor esetleg a második körben, mert nem akarom elvenni feltétlenül a szót a mellettem ülőktől. Ha nem piszkálnak, akkor nem veszem el. Abban abszolút igaza van az Olénak, hogy tényleg a legnehezebb, az egyik legnehezebb évünkben kellett volna Magyarország jelenlegi miniszterelnökének valamit mondani. Ehhez képest szerintem a legsilányabb beszéde volt, ha lehet még egyáltalán negatívba fokozni a beszédeinek a mértékét. Igen, itt egy párt vezetője beszélt a saját táborához. És megmondom őszintén, hogy számomra a legbicska nyitogatóbb az volt, hogy egy, az országban lévő hatalmas megélhetési válságról, nehézségekről egy szó nem esik. A másik meg, hogy tényleg azt mondja egy Európai Uniós tagország miniszterelnöke, hogy amikor az orosz birodalom, amikor Oroszország egy független országot lerohan, háború lesz, akkor az valami két szláv államnak a kis cica harca. Hát itt konkrétan a szomszédunkban egy háború van, nem is akármilyen háború van. Ezt valami szláv nemzetek belviszájának értékeli Magyarország miniszterelnöke? Hát egész egyszerűen felháborító. Tehát amit ez az ember próbál a magyar társadalommal elhitetni, vagy a saját táborával elhitetni, az tényleg felháborító. Mielőtt Orbán értékelőiről mondanék egy szót, Somogyi Zoli értékelőiről szeretnék még egy szót szólni. Mindenképpen értékeljük az Zolit. Igen, úgy van. Ugye te emlékeztetsz... Ez egy jó egy évértékelő, mert ha én értékelem, utána engem értékelnek, nekem mindenkinek. Muszáj egy mondatodra visszatérni. A haza nem lehet ellenzékben. Az nem csak azt jelenti, hogy ők vannak ellenzékben, hanem aki hatalmon volt akkor, az nem a haza. Ezt is sugallja a mondat. Ne felejtsük el. Igen. És akkor visszatérve az Orbán értékelőhöz, kíváncsi, azzal vezetted fel, hogy hát hallgassuk meg a legérdekesebb részeket. Csatlakozom Olgához. Én nem emlékszem érdekes részletekre. Nyilván tudjátok, te újdonságot fogsz hallani. Én követem a NER médiát. Jaj, megszállottam. Kinyitom, elolvasom, meghallgatom. Végig azóta az Orbán beszéd megy. Alacsony megy. Vérnyomása is ezért. Azóta az Orbán beszéd ők is, megy. Ők is követik őt. És ez igaz. És gondolkoztam azon, hogy... Mondhatom? Igen. Na, megtisztelem. Azon gondolkoztam, hogy mi ebben az érdekes, és valóban semmi újat nem hallottam tőle, amit addig még nem. Ezek talán markánsabbak voltak megfogalmazva, mint korábban. De ne felejtsük el, azért egy újdonság volt benne, és ez nagyon fontos. Ez pedig a Vármegye bérletek. Utazási bérletek. Hát erről még valóban nem hallottam. De hogy való, minden beszédéből azért valami megmaradt, hogy ebből a mostaniból a Vármegye bérletek maradjon meg, a szánalmas. Ezt akartam csak mondani. Én még ennél is rosszabbul látom a helyzetet. Tehát az ember elvesztette az iránytűt. Tehát, hogyha azt gondolja, jó ő, pár éve. Igen, tehát ha ő azt gondolja, hogy ez egy, vagy Olga is említette, ez egy szláv konfliktus, szeretném jelezni, hogy itt egy ország megtámadott egy másik országot, itt tömegsírba lőnek bele embereket, időseket, nőket, gyerekeket, itt iskolákat bombáznak, kórházakat bombáznak, mert itt milliók vesztették el az otthonaikat, és kellett elhagyniuk a hazájukat. És hát akinek fontos a kárpátaljai magyarság, már pedig állítólag Orbánnak fontos, annak jobban kéne lenni a Ukrajnával. De hát Orbán rosszban van Ukrajnával, és tehát ezt összekeverni még azzal is, hogy ott majd az inflációt jól letöri, már a háború előtt Európában legmagasabb infláció Magyarországon volt. És azóta most már azt is tudjuk, hogy Orbán a Fidesz zárt frakciülésén miket mondott, megnevezte a három ellenségét. Az egyiket úgy hívják, hogy Joe Biden, ami hát egészen döbbenetes, tehát utoljára ilyet Rákosi Mátyás engedett meg magának egy amerikai elnök, és ez nem vicc, Kádár sem nevezett volna soha amerikai elnököt Magyarország ellenségének, legfeljebb Amerikát, vagy az imperialistákat, vagy a kapistákat, de az, hogy egy amerikai elnököt, az teljesen elképzelhetetlen volt. Ki a második?
Nem emlékszem. Ugye azt mondta a Soros, meg a spekulánsok, meg hogy Amerika ráerőlteti az akaratát. És a Gyurcsány vezette bal oldal. És a harmadik, az a Gyurcsány vezette bal oldal. Ja, kicsit csalódott vagyok, hogy csak harmadik. Igen, csalódott vagyok, hogy csak harmadik. Mindannyiszor, amikor a háborúról megszólal ő, vagy megszólalnak a NER Média lovagjai, akkor mindig a békepártiságot hangsúlyozzák. Ez a béketábor, ez új, már olyan értelemben új, hogy az 50-es években hallottam utoljára. Örülök, hogy a Pista felhozta itt a NER Médiát. Nézzük meg, hogy hogyan érkeztek az évértékelőre. Milyen béke az, amivel elégedett lenne ön személyesen? Biztos ismeri azt a pillanatot, amikor van valaki, nincs kedvem beszélgetni valakivel, most ez a pillanat van. Milyen békét tudna elképzelni a háború kapcsán? Békét. Jó, de miért? Tehát Oroszország támadja Ukrajnát. Kicsit bővebben. Békét. Az a legfontosabb. Szenvedést el kell kerülni. Hogy néz neki a békekötés, ami ideális lenne? Figyelj, a békekötés nem tudom, hogy néz neki, de a háborút be kellene fejezni ebben a pillanatban. De hát az oroszok támadják az ukránokat. És az ukránok nem támadják, nem? Hát védik ma, védik a területüket. Védik a faszomat, jó, hagyjál már. Kérdezem meg, hogy a sajtóklubban azt mondta ugye Bencsik András, hogy az oroszoknak drukkol. Igen, én is az oroszoknak drukkolok. Ön egyetért ezzel? Hoztja ezt a vélemény? Ne kérdezze meg. Ön egyetért ezzel? Nem tudom, nem láttam a sajtóklubot. Ezt mondta, hogy az oroszoknak drukkol. Ezt ő mondta. Bencsik András a sajtóklubban azt mondta, hogy az oroszoknak drukkol. Mit gondol erről? Én a békének drukkolok. Orbánnak elég sok konfliktusa van. Bizottsággal, pénz sem jön most. Megéri ez még? Nem azt jelenti, hogy nem tartozunk az Unióba. Ez olyan, mint a Szovjetunió. Nem lehetett kigondolni, hogy jó, akkor nem tartozunk oda, dehogy nem. Ide azért önként léptünk be, nem? Ebben te hiszel. Ez felmerülhet a kilépésnek a gondolata? Mire? A kilépés. Mint a britáknél a Brexit. Szó sem lehet róla, hogy kilépünk. Nem. Európát el kell foglalni, és az fog történni, amit mi mondunk. Nem pedig a buzit, és nem pedig egy biték, meg ilyenek. Ennyi, hát mit akartok mondani még? Mit akartok még ennél többet? Hát még 2010-ben hívtak az évértékelőre, ugye sötétség. Kudlik Júlia, Jókai Anna, aztán ebből lett mára Gönczi Gábor, Sóbert Norbi, Zoli szakértőként. Mi a véleményed? Mekkora szerepe van a hírességek megjelenésében? Ezt hogy lehet megszakérteni? Annyi minden van, tehát az egyik az, hogy én gyerekkoromban gimnazistaként minden héten hallgattam Nagy Ferónak a rádió műsorát, a Garást, és sose gondoltam volna, hogy ez majd egy idővel egy ilyen típusú homofóbiában fog lecsapódni. De az a kérdés, hogy a celebeknek a jelentősége egy ilyen eseményem, az egy kicsit összekapcsolódik azzal is, amit Zsolt az előbb mellettem mondott, hogy is a DK az egyetlen kihívója Orbán Viktornak, hogy ilyen pillanatban azért tud így viselkedni Orbán Viktor, azért tudja ezt megtenni, és azért van annyi celeb körülötte, mert azért az a Fidesz oldalán joggal nincs meg az a bármilyen érzés, hogy bármilyen kihívója is lenne ennek a rendszernek. Tehát én még nem mondanám azt ki, nem érezném, lehet itt a közönség sorai, lehet lelkesíteni embereket azzal, hogy ha ők DK-sok, akkor örüljenek annak, hogy van itt egy szervezett politikai közösség, és ez így nagyon is rendben van egyébként, mert hogy egy politikai rendszerben fontos, hogy legyenek ilyen szervezett közösségek, de hát azért még a DK ereje is elenyésző a tekintetben, hogy bármit is tudjon ez a rendszerem mit kezdeni. Tehát ez így jelen értékűségében nem igaz. Az, hogy azon érdemes először elkezdeni gondolkozni, hogy ez az egyébként tényleg nagyon meredek dolog, tehát az, amit Orbán Viktor most miniszterelnökként csinál, az egy nehezen értelmezhető dolog, már csak azért is, mert az lenne a legtisztább, hogy tagjai vagyunk a világ legerősebb védelmi rendszerének, a NATO-nak, és tagjai vagyunk az egyik legerősebb gazdasági rendszernek, az Európai Uniónak, ami egyébként megszabadított a magyar és magyar embert a határoktól, mert ugye Erdélyben ma már nem kell a határon megállni, és át lehet menni egymáshoz. Ha egy ilyen rendszerben élünk, akkor azt gondolom, hogy automatikusan az jut eszébe egy európai értékrendű politikusnak, és egy olyan országban, ahol élünk, azt gondolom, hogy ez a többség, a választói többség, hogy akkor ezerrel mindenben szorosan velük együtt, mert nem támadhat meg minket senki, ha ebben a szövetségben vagyunk, de ehhez képest játszik egy olyan dolgot, amiben nagyon is összehasonlítható, nagyon is közeli beszédet mond, mint amit nem pár nappal később Putyin mondott, de
Mindezt azért teheti meg, mert ezt az országot 12 év alatt elfoglalta, mert kétharmados többséget szerzett magának, mert azt folyamatosan meg tudta erősíteni ezt a kétharmados többséget, és gyakorlatilag ezzel Magyarországon átadtuk annak a lehetőségét, hogy saját alkotmányt írjon, saját választási rendszert, stb. Csak mondom visszatérve a beszédre, hogy ugye itt volt egy, amit István mondott, hogy ugye ez az arra való utalás, hogy a haza nem lehet ellenzékben, ez a beszédben is elhangzott, hogy a baloldal megérthetné már, mert nem érti még meg, hogy ez egy közös haza, mondja az a miniszterelnök, aki egy alkotmányt úgy ír meg, hogy a saját pártja írja meg, és nem adja át a lehetőségét, hogy legalább az alkotmány, ami mindig mindenhol, minden országban arról szól, hogy ez egy közös megegyezés, hát a politika. Volt itt már egy kormány, a Horn kormány, amelynek volt kétharmada, és mégsem csinált volt alkotmányt. Volt egy önkormányzati választás. Hát volna az, hogy a hétköznapokon is millió üzenetet küld a magyar társadalom felé Orbán Viktor és az egész fideszes tömb, hogy hát a haza az, azt jelenti, hogy aki fideszes, az hazafi, aki meg nem fideszes, az hazaáruló. Tehát, hogy ez nem merül ki csak. Igen, de csak csinálhatják. Tehát én azt vetném egyébként fel, hogy azon is érdemes gondolkozni, miért van az, hogy még mindig nagyon-nagyon erős ez a politika. Igen, ez egy nagy kérdés. Hát úgy könnyű, viszont, hogy hátírod a választójogi rendszert, hát meg a bíróságot, meg a nem engedett a média. Meg a média. És tiéd az egész média. De amikor azt mondtad, hogy a közönségnek vagy a közösségnek ki mit üzen, azért arra kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy a demokratikus koalícióban mi azt gondoljuk, hogy a demokratikus koalíció elkötelezetten, elszántan és következetesen mondja, vállalja és cselekszik is annak érdekében, hogy a DK az Orbán rendszer ellen és az Orbán rendszer végre lebontásáért küzd, és emiatt növekszik. Itt ezt nem így látod? Hadd mondjak ezzel, igen, tehát hogy mindent elismerve, meg elfogadva, meg a munkát is belelátva, két szempontot azért hadd mondjak, az egyik egy kicsit értelmiségi szempont lesz, de szerintem érthető a másik. Akkor azon ugorjunk át. Igen, akkor azon átugatunk. Csak van a gyakorlati. Igen? Nem, van a kettő érdekel. Van a gyakorlati az, hogy a kormányzati oldalon is azt látják, hogy a DK-nak, Gyurcsány Ferencnek érdemes teret adni, megerősíteni, mert én nem tudom máshogy megítélni, hogy a Hír TV milyen alapon közvetítette az ő évértékelő beszédét. És az ATV-ben nem. Igen, de ez egy stratégiai kérdés, és ez az elméleti, ami átvezet az elméletbe, és itt nem titeket akarlak bántani, csak el szeretném azt a struktúrát, akarom rögzíteni nektek, hogy már Szokratész előtt a presszokratikusoknál előkerült az a problémakör, hogy egy dolog soha nem érthető meg, csak a saját maga ellentétével együtt. Mindig szervesen együtt él az ellentétével, és amire DK vonalon érdemes figyelni, és akkor módszert annak mondom, hogy persze nagyon fontos dolgozni a sikerért, és nagyon fontos, hogy alternatívát lehessen mutatni Magyarországnak, de nagyon fontos azt is megérteni, hogy ezt olyan bölcsességgel és olyan ésszel kell csinálni, hogy nehogy véletlenül az a dolog álljon elő, hogy egy dolgot erősíti a saját ellentéte. De ez Orbánnak a szólama. Igen, tehát, hogy ez, igen, meg az a probléma, hogy... Ha ezt veszed figyelembe, akkor Orbán csapdájába esett bele folyamatosan. Nem feltétlenül, majd mondom szívesen. 13 éve mindenkinek volt már itt lehetősége arra, hogy csináljon jobbat, különbet, erősebbet, szervezettebbet. Itt politikusok tömkeleg, egy futballcsapatnyi jelöltet ki tudnunk állítani, akit bejelentkezett, hogy ő majd miniszterelnök jelölt lesz, meg országot fog vezetni. Mind elveszett, elbukott, és most itt állunk, hogy azt hiszem, hogy friss mai kutatás szerint, azt hiszem ez az Ideai Intézet, a DK-n kívül azt hiszem egy párt jutna be az ellenzékből a parlamentbe, azt hiszem, az a Mi Hazánk. Igen. De most tehát, ez ugye nyilván azt sem tudjuk. Tehát, csinálja a többi is 10%-ot, és Orbánnak már nem jut semmi. Tehát ezt értem, mert egyébként az az érdekes, hogyha azt meg tudja a DK csinálni, hogy gyakorlatilag csak ő legyen a politikai terepen, amit egyébként annak idején volt MSZP stratégia is, hogy csak ő legyen a Fidesz-szel szemben a politikai terepen, de úgy bejött nekik az LMP, mint a Fenel, meg nyilván nem, ez nagyon nehéz ezt megcsinálni, de azt én is látom, hogy most van a politikának egy olyan szakasza a jövő évi európai parlamenti választásokig, amíg az ellenzéki erők egymás között egy ilyen bunyót rendeznek le. Tehát, hogy kinek mi van. És akkor ebben a keretben látom, hogy a DK felé sok helyről sokan bekopogtatnak, hogy jönnének, vannak ezek az örömhírek a DK oldalán, hogy már megint egy másik pártból átjött valaki, és akkor még a jövő évben az EP-választás után
látva az erőviszonyokat, neki lehet menni a következő országgyűlési választásoknak. Ez oké. Van jó minta, tehát ezt ugye a közönségnek is mondom, van erre jó minta, és az a jó minta az, amikor Orbán Viktor jött, még nem a mostani Orbán Viktor beszélek, hanem aki azt mondta, hogy hát itt van a 94-es MSZP-SZDSZ koalíciókötés, nekünk nincs semmi helyünk a baloldalon, a jobb oldal ez teljesen szétesett, nagyon sok pártból álló valami, és fogta magát, és néhány év alatt összerakta a jobb oldalt magának. Ugye a dilemma az az, nektek is ez a dilemma. Ez szerintem bocsáss meg, de ez demokráciában történt. Igen. Demokráciában igen. Könnyebb. Jó, oké. De hogy azt mondom, hogy az alapvető, így van, de hogy az alapvető kérdés... Meg ehhez el kellett árulnia mindazt, amit ebben addig hitt. De az alapvető kérdés mégiscsak az, hogy ha a DK végig tudja ezt csinálni, amit Orbán akkor ez egy erőt teremt arra, hogy az országgyűlési választáson ilyen nagy tömként neki menjen a választásoknak, ha ezt nem tudja megcsinálni, mert mondjuk ellenállásba ütközik mondjuk a Momentum, a Jobbik, a nem tudom én, ki tudja, és azt mondjuk, hogy összeállnak, hogy valami olyan dolog történik, akkor van DK oldalról probléma, mert akkor nem tudta azt megcsinálni, amit az Orbán végigcsinált, és csinált egy olyan blokkot, amivel utána megnyert a választásokat. Szóval, bocsáss meg, hadd tegyek fel egy rövid kérdést. Akkor, amikor az Orbán hozzáfogott a... Hogy hívták? MDF? Orbán Viktornak. Nem, a civil, a polgári köröknek. 2002. A polgári köröknek a megalakításához. Volt olyan probléma egy kis vidéki településen, hogy nem akarok a polgári körök tagja lenni, mert az egzisztenciám oda. Vagy nem adják neki oda a közösségi házat. Tessé? Hogy nem adják oda neki a közösségi házat, hogy legyen hol találkozni. Így van. Tehát a polgári igen. Körök szervezésekor nem voltak olyan viszonyok, hogy nem mertek az emberek belépni, mert tudták, hogy vagy ők, vagy az ő gyermekeiknek annyi. Hát sokkal könnyebb volt nyilván. Ezzel együtt... Ez nem egyszerűen könnyebb, Zoli. Tehát Orbán Viktor oly mértékben mérgezte meg a társadalmat, és most visszautalok arra, hogy a legfrissebb hírek szerint Orbán Viktor 3 ellenséget is hirdetett. Na ez az igazán felelőtlen kormányzásnak az alapja, meg a mikéntje. Amikor az ő lelki világával én nem akarok foglalkozni. De hogy ő folyamatosan más se csinál 13 éve, mint hogy a magyar társadalom lelkét mérgezi meg különböző ellenségképek állításával, az a felelőtlen kormányzásnak az eszenciája. És ehhez képest mondja azt Dobrev Klára árnyékminiszterelnök, ehhez képest mondja, és ezzel szemben mondja azt a demokratikus koalíció, hogy nekünk nem ellenségekre van szükségünk, hanem szövetségesekre. És nagyon egyszerű az árnyék kormány és a DK szövetségesi struktúrája és elképzelése. A magyarok, az Európai Unió és a NATO. És ez lesz majd egy felelős kormányzásnak az alapja. Így van, és erről beszél Dobrev Klára egyébként itt a pécsi nagy rendezvényen, ami egyébként teltházas volt, nem tudom, láttátok-e, de 1200 fő befogadására láttam, volt alkalmas igen. A terem, és még pótszégeket is hozni kellett. Nézzük meg, hogy hogyan fogadták Klára. Magyarország következő miniszterelnöke. Hölgyeim és uraim, Dobrev Klára! Beszélni fogunk erről is, de először nézzünk meg egy részletet abban, hogy mi hangzott el. Azért vagyunk itt így együtt, és azért vagyunk erősek, hogy soha többé ne tudjanak minket megosztani. És pontosan tudjuk, hogy senkinek nem fogjuk elhinni, hogy egyedül vagyunk a bajunkkal. Nem, mert mindannyiunknak ugyanaz a baja. Az Orbán rendszer a bajunk. Nem egy jogszabály, nem egy rossz döntés. A rendszer maga a baj. Nem az oktatással, az egészségügyel van önmagában a probléma, nem a bérekkel vagy a nyugdíjakkal, nem a szociális ágazattal, környezetvédelemmel, mezőgazdasággal, műemlékvédelemmel, könyvtárszakkal. Nem, hanem ezekkel mind így együtt. Azaz az Orbán rendszer a probléma, és ha ellenállunk, az Orbán rendszernek kell ellenállnunk. Szóval elhozzuk a reményt, és visszaadjuk az ország hitét, hogy lehet európai jólétben élni, és lesz európai Magyarország.
Az a feladatunk, hogy a következő hónapokban sem engedjük, hogy az ezeréves álmunkat lábbal tapossa. Még akkor se, ha a miniszterelnök körül elfogyott Európában a levegő, és ezért úgy gondolja, hogy kívül tágasabb. Az a feladatunk, hogy megőrizzük a magyarság ezeréves álmát. Az a feladatunk, hogy megmutassuk a miniszterelnöknek, hogy neki kívül tágasabb. Ha kell, megküzdünk az ördöggel is. Hát még az Orbán rendszerrel. Meg fogjuk tenni. Zoli, Orbánra is te reagáltál először. Mit gondolsz erről a problémáról? Ez is egy nagyon érdekes problémát vet fel, ez az egész helyzet, mert ez felveti a Dobrev Klára a Gyurcsány Ferenc problematikát, hogy hogyan kell a DK-nak úgy politizálnia, hogy van egy nagyon karizmatikus elnöke, aki a DK szavazói pártagságát szedi össze és rakja össze, és van egy politikusa, akinek lehet esélye arra, hogy kihívja Orbán Viktort, az nem Gyurcsány Ferenc, hanem Dobrev Klára. És hogy ez a probléma, amit így kezelni érdemes, mert ugye már korábban is voltak erre utaló jelek. Volt a DK-nak egy nehéz választása, amikor 5% fölött kicsivel érkezett be a parlamentbe, majd rá pár hónappal később teljesen váratlanul 4 mandátumot, európai mandátumot szerzett, azt hiszem 2-re lehetett számítani. Az egyiket Gyurcsány Ferenc vitte kampány, a másikat Dobrev Klára. Amikor hol jöttek az évértékelők most, és ellenzék évértékelő volt. Nyilván felmerült az emberben a kérdés, hogy miért Gyurcsány Ferenc tartja, hogyha de van egy állni. Nincs ez a probléma kezelve? Hát hiszen a miniszterelnök jelöltje a Demokratikus Koalíción Dobrev Klára volt. Ezért volt a kérdés, most ez a pécsi megjelenés, ez megoldotta meg bizonyos dolgokat, értelmezni is enged az elemző számára, és azt szívesen kifejtem részletesen. De hogy a lényeg, hogy a kérdés akkor, amikor a pártoknak a vezetői felálltak és adtak egy évértékelőt, a DK esetében joggal merült fel, hogy miért Gyurcsány Ferenc beszél, miért nem az árnyék kormány miniszterelnök jelöltje. Mert ő a pártelnöke. Igen, és hogy nyilván ez most az látszik, hogy Dobrev Klára fut egy szabad pályát, és ebben a politikai pártbirkózásban pedig ott van Gyurcsány Ferenc. Lehet egyébként, hogy ez így be fog jönni, az biztos, hogy ez egy nagy dilemmája lesz a DK-nak, hogy hol kell megjelenni a Gyurcsány Ferencnek, és hol kell megjelenni a Dobrev Klárának. Akkor annyit hadd tegyek hozzá, egyrészt ugye, mint szemtanul, ott voltam Pécsen, hogy egyrészt hétköznap délután 4 órakor, amikor nincs is kampány, tehát nincs választás előtti helyzet, akkor 1200 ember eljön, és a végén még sörpadokat kellett behozni, mert nem volt elég szék. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény, és egyben nagyon megemeli azt az elvárást a Demokratikus Koalícióval szemben, hogy akkor emelje fel ezt a bizonyos zászlót. És azt is látni lehetett, hogy átlépett Dobrev Klára beszéde azon a kereten, hogy az árnyék kormány mondjuk szakpolitikai ügyekkel foglalkozik. Ez már túlmutatott a szakpolitikán, ez víziót, egy új európai Magyarország vízióját vázolta. Tehát olyan személyt keresünk, aki nem csak megold ügyeket, nyugdíj, adó, egészségügy, oktatás, stb., hanem egy új irányt szab a magyarországi folyamatoknak. Nem véletlenül mondtam a friss hírek között a három ellenségkép, új három vagy régi új három ellenségkép támasztását, amit Orbán Viktor követett el most éppen a magyar társadalommal. Ugye ez kapcsolódott ahhoz, hogy itt most nincs olyan, hogy polgári körök, mint annó baloldalon szabadon alakuljanak, helyet kapjanak, elnézze a polgármester. Tényleg az vesse rá az első követ, aki nem érti meg, hogy egy kis településen, ahol mindenki függelmi viszonyban van valahogy a polgármesterrel, egyszerűen nem merik kinyitni a száját, mert tudja, hogy vagy ő, vagy a veje, vagy a fia, vagy a gyereke valami hátrányt fog szenvedni. Szóval egy ilyen világban élünk, és ebben a világban, és Zoli, mondjál ellene vagy mellette érveket, hogyha nem értesz vele egyet, vagy ha egyet értesz vele. Én azt gondolom, hogyha valaki még most is gyurcsányozik, az Orbán kottájából játszik. Mert hogy Orbánnak mindig kell egy ellenség. A hazai belpolitikai ellenség az Gyurcsány Ferenc. És én egészen biztos vagyok benne, hogy bármikor, bármelyik kampányban, hogyha Gyurcsány Ferenc azt mondaná, hogy én most elköltözöm, nem tudom, az amerikai vagy Dél-Amerikába, és nem szólok bele a kampányba, akkor is az lenne a Fidesznek a vezérszólama a kampányban, hogy a Gyurcsány vezette baloldal. Mert pontosan tudja, hogy
ezt az ellenségképet már megépítette, ezt folyamatosan táplálni kell. Ma olvastam, hogy Gyurcsány Ferenc, ha meg se szólalna, akkor is ő lenne Orbán Viktor legfontosabb és legelső számú ellenfele. Szóval vegyük tudomásul, a demokratikus koalíció elnökét Gyurcsány Ferencnek hívják. És hogyha ez Orbán Viktornak nem tetszik, akkor azt nagyon sajnáljuk, de akkor is így hívják. Nagyon nem sajnáljuk. De térjünk vissza egy kicsit az ellenzéki térfélre még, ugye itt 3 héten belül kettő igazán érdekes beszéd hangzott el, az egyik Dobrev Klára, illetve Donát Anna a másik. Zoli, te milyen különbséget vagy egyezést látsz a két beszédben? Hát az első, még erre akartam volna egy mondatot reagálni, de... Mondja, csak. Én azzal nem szeretnék vitatkozni, ami egyébként a ti pozíciótokból egy teljesen természetes álláspont, hogy a DK politikusaiként hogyan határozzátok meg, hogy mi a DK. Az nyilván egy vita kérdése, hogy az ellenzéket kivezeti, mert az ellenzék, Gyurcsány Ferenc nem tudja vezetni a Momentumot, meg nem tudja vezetni a Jobbikot. Jó, de amikor azt mondjátok, hogy az ellenzék vezetője Gyurcsány Ferenc, amikor nem ez így értjük, nem így értjük. A demokratikus koalíció elnöke Igen, de hát a DK elnöke Gyurcsány Ferenc, és Magyarország legnépszerűbb ellenzéki pártja a DK. Ezt tudjuk. De azt, hogy az ellenzék vezetője lenne, mindaddig, amíg vannak más ellenzéki pártok saját pártvezetőkkel, addig ez nem mondható. És ráadásul ott vannak félelmek is. Zoli, tehát, senki nem mondta, hogy Gyurcsány az ellenzék vezető. Jó, én így hallottam az előbb az egy mondatot. Nem. Ezt Orbán Viktor látnája folyamatosan a magyar társadalom. És akkor visszatérve a Donát történetre. Ugye azt látni kell, hogy mind Dobrev Klára, mind Donát Anna jó eséllyel a saját pártjának az európai parlamenti lista vezetője lesz. Tehát én most nem tudom ezt máshogy értelmezni, mint abban a keretben, hogy elindultak az európai parlamenti lista kampányok. Mert hogyha Donát Annát neveznénk meg úgy, hogy ő ott egy ilyen Momentum által kijelölt miniszterelnök jelölt, aki kihívója mondjuk az ellenzéki oldalon Dobrev Klárának, akkor erre sokkal erős teljesebb utalásokat kellett volna tenni, hiszen volt egy olyan spekuláció, hogy esetleg az eddigi elnök Gerencsér Ferenc helyett ő lesz az elnök, volt egy olyan utalás, hogy ő lesz a Momentum miniszterelnök jelöltje, de még ezt is visszautasította. Viszont amikor azt kérdezték interjúban tőle, hogy is az Európai Parlament, azt igen, azt a munkát szeretném folytatni. Tehát az ő vállása eddig abból a szempontból legerősebb, hogy az európai parlamenti munkáját folytatni szeretné. Csak ezt mondjuk egyértelműen kéne tenni szerintem, de dolguk. Igen, azt gondolom, hogy azt tudjuk, hát nézzük a dolgokat, és akkor abból leszűrünk valami következtetés. Én ezt tudom leszűrni, hogy ilyen pillanatban megy egy ilyen európai parlamenti választási kampány, ami az egész Momentumnak amúgy jó, tehát hogyha jól sikerül ez a kampány, és fel tudnak mutatni mondjuk 3 mandátumot, teszem azt, és akkor azt tudják mondani, hogy erősek vagyunk, így akarunk tárgyalni az országgyűlési választásokról, akkor az lehet egy jó modell számukra. Tehát jelen esetben még nem egy ilyen miniszterelnök jelöltek közötti olyan harcról gondolkoznék, ami nem tekintem most ilyen például reálisnak sem, hogy itt most két olyan szereplő csap össze, hogy az, aki a másikat lenyomja, az majd a közös miniszterelnök jelöltje lesz az ellenzéki oldalról az országnak, mert még nem tartunk itt. A DK sem tart itt, mert ha a DK itt tartana, akkor az árnyék kormányát nem a saját tagjaiból tette volna össze, hanem behívott volna mindenhonnan mindenkit. De jaj, Zoli, hát te is tudod, hogy megtörtént. De megtörtént. Tehát, hogy... Tehát ez egy... Én értem, hogy mire gondol a Zoli, de muszáj azt nekem kimondani, hogy ez egy többpárti árnyékkormány. Na, tehát, ki van még a többi párból? Hát ott van benne Szitka Péter, Kazincbarcik a szocialista polgármestere. Ott van Marietta, aki az Róma ügyeket viszi. Ott van Bodnár Zoltán, aki a liberálisoknak igen, a főpolgármester jelöltje. Tehát nem a DK volt. Olyan édes vagy tényleg. Zoldán közösségnek, hogy a liberálisok azok benn vannak a DK-ban. Tehát én úgy tudom, hogy a DK főpolgármester jelöltese. De nem a DK-n múlt az, hogy ez nem lett... A kerületi koordinátor a DK, a liberálisok vezető. Nem a DK-n múlt, hogy ez nem lett szélesebb. Hát a pártok egyszerűen nem voltak hajlandóak
kinyitni az ajtajait. Jó, én csak azt állítom, hogy most még nem tartunk ott. De én hogy így közös legyen ez a dolog, akkor ebben megállapodhatunk. Én csak ennyit akartam mondani, hogy lehet, hogy lesz egy pillanat, csak most még nem tartunk ott, hogy egy ilyen egységes ellenzéki munkáról tudnánk úgy gondolkozni, hogy a két jelölt majd, aki legyűri a másikat, az majd a közös jelölt lesz. Hát még egy évvel sem messze... vagyunk a sok, igen, sok után. Mert így van. Tehát jön egy európai parlamenti választás, most az az érdekes kérdés, hogy azt kihozzák. Hát jó, most lecseréljük a kesztyűket, tartunk egy kis szünetet, nézzük meg, hogy mi vár ránk a folytatásban. Az ég kék, a fű zöld, a Fidesz ismét a saját hazugság csapdájába dőlt. Miközben Navracsics Tiborék fél lábbal már az uniós pénzeket költötték, kiderült, hogy Orbánék megint csalni próbálnak, és egy sor fideszes politikus megtartaná helyét az egyetemi kuratóriumokban. Jönnek a legfrissebb fejlemények. 10-szer annyit ér egy focista, mint egy tanár? A héten derült ki, hogy egy NB1-es labdarúgó átlagban 10-szer annyit keres, mint egy pedagógus. Mit mond a kérdésről a DK Szubjektív újpesti és radista szekciója? Hamarosan ez is kiderül. Végül pedig foglalkozunk az orosz-ukrán háborúval, a harcok kitörésének első évfordulóján. Mutatjuk Joe Biden és Vladimir Putin aktuális helyzetértékelését is, és darabraira szedjük a Fidesz hozzáállását is. Tartsanak továbbra is a DK Szubjektívvel. Velünk most is van mit nézni. Tehát Navracsics azt mondta a héten, hogy nyáron már érkezhetnek az Erasmus pluszos pénzek. Ha. És megtudhattunk pár részletet ebből a kompromisszum csomagból is. Mi ezzel a probléma? Hát, hogy megint hülyének néznek mindenki. Miért? Ilyen egyszerű. Hát miért? Tehát, hogyha most a miniszterek és az országgyűlési képviselők végre elhúztak a kuratóriumi elnökségből vezető tisztségeiket, leadták, akkor gondolja Navracsics meg az egész fideszes társaság Orbán Viktorral az élen, hogy az Európai Unió illetékes testületei majd azt gondolják, hogy ha ott vannak fideszes polgármesterek, meg a csókosok és nem tudom, bizalmi embereik, akkor onnantól kezdve olyan függetlenek már azok az egyetemi kuratóriumok, mint még soha. Tehát, hogy ez megint egy ilyen átverés, csak hát ennek megint ki lesz a kárvallotja. A magyar diákok, a kutatók, tehát ez nem lehet így sokáig ezt a bizonyos pávatáncot csinálni, és sokszor elmondtam, hogy egyszer úgy neki megy a falnak ez a páva, hogy aztán elszédül. Ugye ugyanezt próbálták egyébként a vagyonnyilatkozatokkal is. Tehát ez a kicsit, igen, akkor módosítunk rajta, hogy olyan legyen, de akkor megint nem volt jó, akkor megint kellett vagyonnyilatkozati eljárási szabályokat módosítani. Azt hiszem, hogy az egy félreértés, hogy itt az a baj, hogy polgármesterek vannak a kuratóriumban. Nyugaton is vannak alapítványi kuratóriumokban polgármesterek, függően attól, hogy éppen az a polgármester, rosszul mondom, függetlenül attól, hogy az a polgármester éppen milyen politikai színezetű. Tehát, hogyha van egy város, és a kuratóriumban beválasztják a polgármestert, akkor az rendben van, majd ha új választáson van, más lesz a polgármester, akkor az a polgármester fog beülni a kuratóriumba. Itt azonban életfogytig vannak kinevezve a kurátorok. Így van, tehát két dolgot mondanék, ehhez csatlakozva, tehát az alapvető problémát félreérti a kormány, az alapvető probléma, mert egyébként nem az alapítványi egyetemekkel van gond, alapítványi egyetemek vannak a világban, hanem az, hogy egy közvagyon hogyan kerül át úgy, hogy névre szólóan, egy örök életre. Tehát veszti el közpénzi jellegét. Plusz 3 éve, hogy a kutyapárt mondaná, tehát vagy 5 év, nem tudom. Tehát, hogy az a probléma, hogy nem mondjuk egy miniszter oda delegálva, hogy ő felelős az egyetemért, ezért amíg miniszteri pozícióban van, addig neki képviselnie kell az államot, és amikor meg nem, akkor onnan kikerül, hanem kijelölten névre szólóan kapták meg ezt a kormánytagok. Meg egyébként mindenki más, tehát most teljesen mindegy, hogy kormánytag vagy nem kormánytag, aki névre szólóan kap alapítványi tagságot úgy, hogy gyakorlatilag azzal odaadnak neki egy egyetemet, hogy ameddig élsz, az a tiéd, az nem egy jó modell is. Itt világítanék rá még egy nagyon érdekes kérdésre, mert egy polgári demokráciában azt gondolná az ember, nem is azt gondolná, tudja, hogy az úgy működik, hogy ha valaki miniszter, arra nagyon büszke, és örül neki, de ha nem miniszter, akkor
csinál más dolgokat, ez a polgári demokrácia. Egy kicsit miniszter, egy kicsit nem az, egy kicsit van, aki nem, soha nem miniszter, van, aki néha. Van olyan Új-Zélandon, hogy miniszterelnök, ebben elmegy egy sajtótájékoztatóra, és azt mondja, hogy megcsináltam, nincs semmi botrány körülöttem, de én ezt most már egy kicsit unom, átadnám a miniszterelnöki pozíciót. Ez most történt 2 évvel ezelőtt Új-Zélandon. Mindenki meglepődött, és akkor mondta, nézegették, hogy te milyen rendes ember, akkor válaszunk egy másikat. Találjuk egy hasonlót. Tehát, hogy nem ennyire görcsösen ragaszkodni az állami pozíciókba nem szokás, egy polgári demokrácia nagyon sok egyéb életkarriert, utat, lehetőséget biztosít, de hogy milyen erős Magyarországon az állam, meg az állami funkció, abba gondoljunk bele, hogy amikor az volt a mondás, hogy lemondanak a kormánytagok, miniszterek, államtitkárok, egy sem mondta azt, hogy ő inkább a miniszterségre vagy az államtitkárságra mondaná le, mert egy kuratóriumi, örökre életre tartó tagság neki ez teljesen jó, inkább ezt csinálná. Tudomány oltárán áldozza fel. Azt gondolnám, hogy egy polgári világban simán eszébe jutna az embernek. Lehet, hogy ez nagyképpen hangzik, de nekem biztos eszembe jutna, hogy van egy jó egyetemen, egy fontos, az egész egyetem építéséért felelős, egyébként jó pénzű állás, amit ideadtak nekem, mert az eddigi pályám alapján azt gondolták, hogy most hosszú távon csinálhatom, ezt feláldozni azért, hogy még nem tudom én egy évig 2, 5, 7, vagy nem tudom én a miniszterelnök kegyei alapján vagy ennyi, vagy annyi ideig bentülhetek egy pozícióba, az azt jelenti, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon súlyos dolgokról tudnak dönteni, sokkal nagyobb az informális hatalmuk, mint amit formálisan le tudunk vezetni a jogrendünkből. Hát bár ilyen lenne egy polgári demokrácia, de ez nem az. De igen. Ugye elhangzott itt a másik kulcs szó, az a jó pénzért. Ugye mindent annak az olvasatában néznek, és ehhez szorosan kötődő a következő kedvenc témánk, a 7 fideszes mutyia. Ami most következik, az leírhatna rendszerleírásnak is egyébként. Nézzük meg. Újra Európa élmezőnyében, de ezúttal nem az infláció vagy a tanárhiány tekintetében, hanem a focista fizetések terén lépett előre az Orbáni Magyarország, hisz a napnál is világosabb, ez 10 millió magyar ember érdeke. Na jó, nem, szó nincs erről. Valójában épp észtel érthetetlen, hogy még egy magyar pedagógus 40 év munkaviszony után átlagban 400 ezer forint körül keres havonta, addig átlagosan egy NB1-es labdarúgó 3,8 millió forintot visz haza. Mindezt a kormányzati milliárdokból, a TAO pénzekből, az állami cégek magyar fociba pumpált pénzeiből. Ráadásul még ennek az összegnek a sokszorosát is kereshetik azok, akik a NER kedvenc kirakat csapataiban, a Videótonban, a Puskás Akadémiában, vagy épp a Ferencvárosban rúgják a bőrt. Itt az ideje megnyugodnunk, aki fontos, azt Orbánék tényleg nem hagyják az út szélén. Pénzeket a cégek felajánlhatnák, megcímkézhetnék pedagógus béremelésre. Na, most jutott eszembe. Hát, ha az is annyira fontos, mint a él, sport, foci a nagy cégek. Egyébként megjegyezném, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy ős fradista és egy ős újpesti is itt közöttünk. És még nem is verekedtek össze. Igen, ezt a zöld lila nyakkendőmet, mert tudtam, hogy... Ja, hogy beléd kössön. Igen, természetesen hajrá, lilák. Ha tudod, akkor én is fölöltöztem volna valami zöld nyakkendővel. Mi a véleményetek erről? Tehát, hogy mi a magyarázat a magyar futballban uralkodó anyagi állapotban? Nem az a probléma nekem, hogy mennyi pénzt visz haza egy futballista, oda is lehetne odaérni, hogy a 4 millió 2-t, meg az 5 millió 7-et, még nem tudjuk mennyit, mert a csomó bónuszpénz van, meg nagyon sok minden egyéb, hát jár itt a győzelemért is valami, bár nem nagyon lehet, akkor nézi az ember a magyar meccseket, nem nagyon látom, hogy bárki is a győzelemért küzdene. Tehát ha valaki betalál a kapuban, akkor kapuszpénz. Igen, tehát vannak véletlenek, plusz. Hogy bemegy a kapuban a labda. Plusz 1 millió. Újpesten ez egy véletlen valami. Hát igen, az a kérés. Én biztos, hogy nem fognak berekedni, mert akkor ott a három feltüntetett NER csapat között a Ferencváros, nem én szerkesztem ezt a műsort. Zsolt a házigazda, hogyha ha ez így alakult, nekem ez bőven elég volt, hogy köszönöm a szerkesztőnek. Én még nem mondtam el a véleményem. De hogy ugye az alapvetően nem most a fizetés a legnagyobb probléma, hanem itt három dolgot mondanék így gyorsan. Az egyik az az, hogy a magyar focinak az a gazdaságtana ellentétben más ligákkal, tehát mondjuk az angol foci vagy a spanyol foci, hogy Magyarországon az igazi néző, a húsvér néző, a drukker, aki kimegy, az zavar.
zavaró tényező. Tehát a legnépszerűbb magyar csapat, amikor játszik a Pakssal szemben, a legnépszerűbb magyar NER csapat, a Ferencváros, 7200 néző előtt üti ezt a dolgot, és senkit nem érdekel, mert úgy rendelkezik hatalmas vagyonnal, hogy a nézők azok csak büntetést hoznak, és ilyen fél 1 millió forintos büntetéseket okoznak. Tehát, hogy ez az első nagy különbség, hogy Magyarországon nem kell a néző, a fizikailag rendelkezésre álló néző. Otthon se nézik nagyon a meccseket, csak szerintem mi ketten vagyunk ilyen. Először is kell egy nagy sportcsarnokot építeni, igen. Iszonyú sok pénzért, amiben sokat lehet lopni, és akkor már jól is van. A másik probléma, most igen, tehát a kettes problémán egy mondattal túl tudunk jutni, pont amit mondtál, hogy mindig az működik, amikor valamiben kevés pénz van, viszont lehet belőle akkor sokat keresni, ha valaki jól teljesít. Az nem működik, ha valamiben sok pénz van, és akkor majd teljesítsen jól, mert ott elkényelmesednek az emberek, ez a második. De a harmadik az még egy nagyon fajsúlyos probléma, az pedig az, hogy itt kétfajta ilyen támogatási rendszer volt, amit ugyanúgy hívtak. Volt, ami a kultúrára vonatkozott, és volt, ami a sportra. A kultúrára vonatkozott szüntette meg a kormány, miközben az működött. Ugye annak az volt a logikája, hogy ha valaki vett egy jegyet, akkor ugyanannyi pénzt el tudott ilyen adókedvezményekben, stb. Számolni. Tehát itt is voltak visszaélések, de azért ne legyünk itt demagógok, bocsánat, ezt mondom, mert az adóban is van visszaélés, akkor attól még szedünk adót. Tehát, hogy van úgy, hogy adóban visszaélés. Ez látható, a kultúrában is látványos volt. A kultúrában volt egy-két olyan vállalkozó, aki kiügyeskedte ezt magának, hogy ezt máshogy csinálta, de alapvetően egy átlagos művész, meg az általános művészi hely ezzel a logikával élt. Ennek a logikának az az alapja, hogy fontos a néző. Mert bejön a néző, fizet, és még erre rápakolódik valami. Ezt szüntette meg a kormány, és amit megtartott, az a támogatási rendszer, ahol semmilyen dolog nem fontos. Küld oda a pénzt, mi befogadjuk, és adókedvezményed van. Bármilyen szomorú, de valóság, a világon mindenhol jobban keresnek a futballisták, a sportolók, mint az ápolónők vagy a tanárok. Ez Angliában is így van, Németországban is így van, mindenhol így van. A másik, hogy ez egy nagyon komoly vita, hogy a TAO pénzekkel mi történjen. Nekem az szimpatikus, amit Olga mond, hogy lehessen felajánlani béremelésre, vagy szociális ügyekre, vagy hajléktalanok javára, vagy bármire, vagy a Tűzoltó utcai gyermekklinikának, ne csak az 1%-ot, hanem bármit. Én ezzel mélységesen egyetértek. De azt is látni kell, hogy ahogy a magyar kultúra, ugye a magyar sport sem tud állami támogatás nélkül meglenni. Hogy ez most TAO vagy nem TAO, ez egy, ha Dobrev Klára lesz a miniszterelnök, akkor nyilván ez egy nagyon komoly stratégiai és filozófiai kérdés lesz. Szerintem majd beszéljünk róla. Hogy akkor ez hogyan működjön. Igen. Ahogy Zoli kezdte is, hogy a világon mindenhol többet keresnek a focisták. Én azt gondolom, hogy egyébként nem azzal van a baj, hogyha van egy-egy szakmahivatás, melynek képviselői sokat keresnek. Legyen az focista, legyen az bankár, ezt a Zsolt mondta egyébként. Akkor meg főleg igaza volt. Szóval top menedzser, bárki, nem azzal van a baj, hogy ő vagy ők sokat keresnek. Azzal van a baj, hogy a magyar átlag iszonyú keveset keres, hogy a társadalom többsége pedig iszonyú keveset keres. Ez az igazi probléma ezzel. Illetve ugye, hogy igen komoly visszaélések vannak ebben a szektorban, tehát technikailag lopásra használják ez az egész TAO rendszert. És ugye pont a mi politikusunk, Rászné Földi Judit volt, aki igen komoly munkával igen földerítette a visszaéléseket, és egyébként éppen csütörtöki döntése a kurjának, hogy elfoglalhatja a helyét a parlamentbe, és megkapja a mandátumát. Igen. Láttátok-e ennek kapcsán Gyurcsány Ferenc posztját csütörtök reggel? Igen, láttuk. Valóságos, és szerintem ezt az egész vitát, hogy itt most nevesítve a Momentum harcolt azért, hogy Földi Judit ne kaphassa meg a saját pártjától a saját pártját megillető mandátumot. Ez tényleg egy mondatban leírható, hogy aki egy korábbi egyességet felrúg most a jelenben, akkor ez mégis hogy gondolja azt, hogy majd a jövőben hogyan lehet velük megállapodni? Ez egy megállapodás volt, amiről egyszer csak úgy gondolták, hogy ez nem számít, majd az lesz, amit ők akarnak. Hát a kúria nem nekik adott igazat. Judit a DK országgyűlési képviselője lehet. És hát azért a jövőre nézve én szerintem ez a Momentum által gerjesztett vita nem veti jó fényt.
Zoli, neked más a véleményed? Hát van generális, mert a helyzetet illetően is véleményem. A generális vélemény az az, hogy visszatérhetünk arra a problémára, hogy hol tart a DK és a Momentum kapcsolata, még nem a felhőtlen barátság tárgykörében van, és a Momentum vezetői észlelik, hogy a DK támadásával úgy sejtik, hogy tudnak erősödni. Ahogy egyébként a DK is észleli, hogyha a Momentumtól polgármestert veszel, akkor ő tud erősödni így az ellenzéki kereteken belül, amit az előbb mondtam. Nem elveszik, a Momentumtól átjön a polgármester. Mások, hogy szerintem ezt mindenki tudta, hogy meg fogja kapni a mandátumát, tehát ezt még a Momentum is tudta, mert nincs olyan az a fajta bírósági menet, ahol ebből valami, bármi olyan következtetést lehetne levonni, hogy ne kaphatná meg. Ezt egy morális, politikai morális kérdésként kezelt a Momentum, offshore ügyben érintett politikusról beszélt, és ebben egyébként a DK nyilván nem is reagált erre a kérdésre, arra reagált, hogy adhat-e ő képviselőt, vagy sem nem. Egy ilyen közös lista, a bármilyen pártok közötti közös lista, az biztos, én nem láttam, de nyilván tartalmazza azt, hogy minden képviselőnek morális értékben a legtökéletesebben kell viselkednie mindig, és erre a pártok maguk figyelnek. Én nem akarom megítélni sem így, sem úgy a dolgot, csak azt tudom elmondani, amit a nyilvánosság előtt láttam, hogy a Momentum mivel kritizálta a DK-t, és hogy a DK ahhoz képest, ha azt válaszolja, azt mondjátok, hogy ő neki, az a DK helye és a DK embere, abból még nem pontosan értettétek meg azt a problémát, amit a Momentum vetett fel, mert a probléma lehet ilyen egyszerű. Morális alapokon, 100%-ig még, tudod, ez a, nem, hogy is volt, hogy, Zoli, hogy aki... Zoli, Földi Judit rajta volt a közös listán. Akkor nem volt baja a Momentumnak ne ezzel. Ne tőlem kérdezt, tőlem. Hát, de költői kérdés. Tehát csak, hogyha morális problémákról beszélünk. A közös listán volt ilyen, aki egyébként lemondott, sőt, egyéni képviselő is volt, aki lemondott. Most ide kéne de mondom, Judit rajta volt a közös volt olyan, listán. Volt olyan jobbikos politikus, akiről kiderültek olyan kifejezés, olyan mondatok, olyan dolgok, ami után egyszerűen nem maradhatott ott a közös keretben. Tehát... Hadd gurítsak tovább, mert ugye akkor maradjunk, akkor beszéljünk személyekről, mert valóban mégis egy személyről szólt ez a történet. Ugye, ha van egy ilyen gentleman agreement a pártok között, hogy a személyi döntéseiteket, bármi legyen az, azt nem bíráljuk. Ha a Fidesznél van ilyen személyi döntés, azt igen, de ellenzéken belül nem. Amikor Cseh Katalinhoz és férjehez köthető cégek kapcsán a NAV házkutatást tartott, akkor a DK megszólalt? Nem. Amikor Hajnal Miklós hagyta, hogy közgazdásznak nevezzék közgazdász diploma nélkül, a DK-t megszólalt? Morális kérdés? Hallgatott. Amikor a Momentum leigazolta most Tummer Jánost, akinek a szélső náci beszédei köztudomások, aki egyébként közös jelölt volt a választáson, és átjött Békés Csabáról Gyulára, Dobrev Klárához, hogy közös fotója legyen Dobrev Klárával, a DK nem mondta azt, hogy na ezzel a Stummerrel mi nem fotózkodunk, ő volt a jelölt. Tehát az ellenzéken belül személyi ügyekben nem. Kicsit menjünk el Magyarországról a szomszédba. Ugyanis napra pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött az orosz-ukrán háború, és nézzük meg a legfontosabb külpolitikai fejleményeket egy rövid videóban. Az orosz-ukrán háború kitörésének első évfordulójához közeledve felpörögtek a világpolitikai események. A hét elején Joe Biden, amerikai elnök személyesen látogatott el Kijevbe, mindössze néhány héttel azután, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Fehérházban fogadta. Biden Kijevből egyenesen Varsóba repült, hogy hatalmas tömeg előtt üzenjen az orosz elnöknek. Az önkényurak egyetlen szóból értenek, a nemből. Nem, nem fogod elfoglalni az országomat. Nem, nem veszed el a szabadságomat. Nem, nem veszed el a jövőmet. Oroszország soha nem fog győzni Ukrajnában. Soha, mondta az amerikai elnök. Az évfordulóhoz közeledve Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök parlamenti helyzetértékelőjében a háború elkezdésével előbb gyakorlatilag meggyanúsította Ukrajnát, majd a moszkvai Luzhniki stadionban százezres tömeg előtt hergelt háborúpárti szólamokkal. Beszámolók szerint a tömeg nagy részét 2500 forintnak megfelelő rubellel fizették le, még a stadiont légvédelmi rendszerrel védték. Itt tartunk tehát 365 nappal azután, hogy az orosz elnök háborút indított a független Ukrajna ellen. Tehát Amerika és Oroszország vezetője is hallatott magáról itt a napokban. Hogyan értékelitek a szereplésüket? Én boldogan elmondom, hogyha rám nézel így elsőleg.
hogy mi a véleménye. De nem tudom, említettem már, én figyelemmel kísérem a NER médiát. Tényleg? Szoktad nézni? Néha, igen. Nem néha. Állandóan azt nézem. Ájultan nézem. És van egy megfigyelése. Szóval akkor, amikor az amerikai elnök szóba kerül, érdemben, mintha nem is kommentálnák azt, amit ő mond, de vicceskednek a korán, a megjelenésén, a csoszogásán, az elbotlásán. Minap olvastam valamelyik kormánypárti oldalon, hogy hát igen, nem csoda, hogy megbotlott, mert valamikor ő felszállt a biciklire, és a pertlije beakadt a kerékbe. Így értelmezik Bidennek a fellépését. 50-es évek, ezt úgy hívják. Abszolút nem. Én nem emlékszem, hogy ott ennyire személyre szabottan tudnák fumigálni, hogy ki ez az ember. Ez az ember a világ első vezető gazdasági és katonai nagyhatalma. Én szerintem rosszul járunk, ez a legfontosabb. Nem áll érdekünkben ilyen pitiáner dolgokon hergelni az Egyesült Államokat. Zoli? Igen, tehát én nagyon, nagyon atlantista vagyok, és ebben totálisan elfogult, tehát hogy nem, én azt az egészet, ezt az egész logikát nem értem. Pláne, hogy alapvetően azt gondolom, hogy az Egyesült Államokat a magyar adminisztráció vagy tudatosan, vagy félreértésből, de teljesen rosszul ismeri, vagy rosszul gondolkozik róla, mert egy amerikai számára az amerikai elnök az ő nemzetének az első számú vezetője. Hát, nekem tanulhattam az Egyesült Államokban, ott egy republikánus ösztöndíjjal voltam kint, tehát nem a demokratákkal, hanem a republikánusokkal, ugye engem nagyon nehéz Soros Istának nevezni amúgy. Amikor Atlantába érkeztünk már pár évvel később a feleségemmel, és ott tartottak egy ilyen partit a fogadásunkra, hogy megjöttek a magyarok, és ott a republikánus közösséggel beszélgettem, hogy hát így Atlantában mit érdemes megnézni, mit csináljunk, akkor mindenki először rögtön azonnal a Carternek a library-ét, azt a fajta ilyen emlékhelyét, ami ugye ő még 98 éves, és még itt van közöttünk szerencsére, de hogy mindenki a demokrata volt elnöküknek az ilyen megemlékező helyét az elnökségéről ajánlotta, mert ez egy nagyon fontos dolog. Így gondolkoztak a republikánusok egy demokrata elnökről. Amikor mondjuk a Soros érik támadások, akkor az amerikaiak nem úgy nézik, hogy ez a demokrata Soros, hanem úgy nézik, hogy egy amerikai üzletember, akit ugyanúgy megillet bármilyen védelem amerikai oldalról. Tehát teljesen félreértik ezt az amerikai világot, hogy ott nyilván a felszínen ott van a nagy verekedés demokrata és republikánus között, de ott van az óriási együttműködés is abban a pillanatban, hogyha megvolt a választás, és egy amerikai diplomácia minden amerikait véd. Tehát ilyen szempontból egy nagyon, nyilván itt végig folyamatosan az zajlik, hogy Orbán Viktor befele beszél a külpolitikájában, ami egyébként a legsikertelenebb műfaja, azt gondolom, mert nem tudom, hogy hol tud felmutatni valami sikert, de hogy befele beszél, és kifele viszont mindent megszavaz például. Tehát itt vannak ugye a szankciók. Ami erre egy nagyon jó példa, de mindig és újra fel kell építeni egy újabb külpolitikát, mert egy éve a beszédében észre sem vette, hogy még háború lesz, aztán pár nap múlva kitört, akkor bemutatta Melonit a magyar közvéleménynek, hogy itt van az olasz miniszterelnök, akivel együtt újraformálja az európai jobboldalt. A Meloni próbál mindenhonnan elmenekülni, ahol Orbán Viktor ott van, és azokkal a jobboldaliakkal együttműködni Európában, akik kitették a Fideszt a néppártból. Tehát, hogy nagyon sikertelen ebben a külpolitikai műfajban, de ott úgy gondolkozik az egészről, hogy befele bármit mondhat, bármilyen súlyú dolgokat, bármilyen állításokat, mert hogy azt kifele nem hallják meg, de azért a nemzetközi diplomácia hallgatózik, és tudja, pontosan tudja például az amerikai adminisztráció, hogy Orbán Viktor milyen külpolitikát képvisel.
Ez nem a Rogán Völner Varga Judit, aki így hallgatózik? Szerintem semmit nem ért félre Orbán Viktor, meg az ő stábja, a csapata. Pontosan tudják, hogy Amerikában hogy működik a demokrácia, meg a világ számos országában hogy működik a demokrácia. Ez nem is arról szól, ez megint egy ilyen alfahím, kakaskodó, majd megmutatom az egész világnak, hogy én vagyok a császár, és az én népemet megvédem, Amerikai Egyesült Államok, megvédem, Brüsszeltől megvédem, mindentől megvédem. Tehát hogy ezek folyamatosan ilyen belpolitikai üzenetei Orbán Viktornak, és akkor itt jön ez a kétarcúskodás, hogy befelé azt mondja, hogy kártékony szankciók, Amerika ellenség, mindenki ellenség, meg békepárti vagyok, aztán kimegy Brüsszelbe, és mindent szépen megszavaz. Olga emlegette és itt a Charles Völner ügyet, azt láttátok, hogy a Jakab Péter ráakasztotta a Völnerre a bilincset? Igen. Na, mit szóltok hozzá? Merész, minden esetre engem sokkal jobban felizgatott az a tény, hogy most Völner azt szeretné, hogy legyen tanúként meghallgatva a bíróság előtt Varga Judit. Hát azért, ha valaki belerántja a saját volt miniszterét, aki eddig mindig azt mondta, hogy nem tudok semmiről. Lehet, hogy haragszik a Völner Judit, bocsánat kérek, lehet, hogy haragszik a Varga Juditra, mert ugye valaki lehallgatta Völner Pált. Ki adott rá engedélyt? Ő maga. Ha csak más nem. Nem őt hallgatták le, hanem egy ügyben. Ő is bekapcsolódott a beszélgetésre. Jaj, nagyon megnyugodtam. Izgalmas meccs lesz, ez a lényeg. Igen. Most, hogy a Pista megnyugodott, jövő héten visszatérünk erre a témára. Ennyi fért a mai adásunkban, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt az Ékes Subjektív 13. adása. Jövő héten ugyanitt ugyanekkor. További szép estét kívánok, viszontlátásra!